Népes nyíregyházi küldöttség utazott a Budapest bajnokságra, a felnőttek mellett utánpótláskorú atléták is rajtozáltak az Ikarusz pályán. A fiatalok meghálálták a bizalmat, többen egyéni vagy szezoncsúcsot értek el. A junior korosztályban Szalmási Tibor súlylökésben a harmadik helyen végzett, csak úgy, mint a serdülő lányoknál ugyanebben a számban Bényei Petra. Ő diszkoszvetésben is szerzett egy bronzérmet. Bakosi Péter egy év szünet után 217 cm-es teljesítménnyel szerezte meg a magasugrás aranyérmét. Hosszú időszak után végre sikerült visszatérnem, és elindulni a legelső versenyem, ami a Budapest bajnokság volt. Igazat megmondva, ő nagyon izgultam, mivel az egy hív az elég hosszúnak tűnt, de örülök neki, hogy sikerrel vettem az első akadályt. Igazából az eredménye voltam elégedett, a mozgásommal voltak problémák, sikerült egy ilyen kezdőszintű hibát elkövetnem azzal, hogy elmértem a nekifutásomat. Én úgy gondolom, hogy a következő versenyen ezen sokat fogok tudni javítani. Jelenleg centiméterekből nagyon nem akarok beszélni, bár mondjuk én tervezem, hogy 2-20 felett ugrok még az idén. A célom az, hogy a nekifutásomat, a mozgásomat a lehető legjobban tudjam zárni az idén, és utána az alapozásnál ebből tudjak tovább építkezni. Diszkoszvetésben a felnőtteknél kettős nyíregyházi győzelem született. A nőknél Kerekes Dóra 53 méter 43 cm-rel végzett az élen, a férfiak mezőnyében pedig Szikszai Róbert nyerte a szám idei első nyári versenyét. Jó, ezt a magam 60 méter 89-el sikerült nyerni, ami nem egy olyan óriási eredmény volt, de többet vártam volna magamtól, 63 körül dobáltam edzésen, remélem a hétvégén sikerül magamból kihozni. Mi is azért csökkentett üzemmódban vagyunk, napi egyedzéssel készültünk, most a Magyar Bajnokságra azért felkészülünk rendesen, és utána még az év hátralévő versenyére is. A hétvégén ismét Budapest felé veszik az irányt a nyíregyházi atléták, a 125. felnőtt országos bajnokságot rendezik ugyanis szombaton és vasárnap a Lantos Mihály Sportközpontban.